Puskás Ferenc az egész világon népszerűsítette Magyarországot. A belgrádi Magyar Nagykövetség ezért látta fontosnak, hogy a filmet a belgrádi közönség is megismerje. A film levetítése mellett azért döntöttünk a kollégákkal, mert azt gondolom, hogy ez egy olyan országimást tesz lehetővé, amelyet más eszközökkel viszonylag nehéz lenne biztosítani. Nem kell ecsetelni Puskás Ferenc ismertségét, népszerűségét szerte a világon. Jól lehet, idén 10 éve lesz most már, hogy nincs velünk. Ezzel együtt az ő népszerűsége, az ismertsége olyan, hogy bármerre járunk a világban, amint én erre utaltam a megnyitó beszédemben, mindenki tudja, hogy ő ki volt. Már hosszabb ideje megbeszéléseket folytatunk a belgrádi Kollégium Hungaricummal az együttműködésről, így került sor ennek a filmnek a levetítésére is. Puskás az 50-es, 60-as években olyan volt, mint ma Ronaldo, vagy mint annak idején Pelé. Ez egy nagyon érdekes történet, ami nem csupán egy nagy labdarúgóról, hanem egy olyan emberről szól, aki egy nagyon drámai korban élt. A belgrádi magyar nagykövet meghívására az Újvidéki Európa Kollégium több lakója is megtekintette a filmet. Bár Puskás Ferenc 50-60 évvel ezelőtt élte fénykorát, a fiatalok számára is igazi legenda. Számomra Puskás Ferenc kicsit olyan talán, mint én, mert abban az időben, amikor ő futballozott, akkor nem a pénz, nem az diktálta az iramot, hanem a szív és a kitartás, hogy ki mennyit szeretne elérni. És hogyha elbukunk, akkor felállunk és csináljuk tovább. Dr. Pintér Attila nagykövet úr elmondta, hogy hamarosan a Magyarok a Barszáért című dokumentumfilmet is Belgrádba hozzák.